szintén rátaláltam az egyik legnagyobb kárlomra. Supreme Nike Air Max 98. Vitatott cipő, nem mindenki stílusa, de ez egyszerűen hihetetlen menő. Flu Game Jordan, ahogy nézem, egy elég kicsi méretben, és el sincs kint, úgyhogy kíváncsi lennék rá. Hoppá, 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 hoppá. Beindult itt a dolog. Parrel meg szegyesek. Ez véletlen jó. Riektelemen 87-ek, itt még az Undercover Collabból is az első, amit még anno a KRG-be kiposztoltam, mikor megvolt. Úgyhogy az első leak, hanem a Párizsi Fashion Weekend először lábon volt, először bemutatták, nekem azóta nagyon tetszik. Uptempo, ez nagyon szép uptempo. Parra, na ez szerintem az egyik legszebb cipő az elmúlt időben. Ez egy Parra Air Zoom Spiriden. Van közben egy M2K Techno, amiben az előző videómban Deme Vitold, ez egyik előző videómban Deme Vitolddal beszélgettünk. Aztán itt persze North Face Supreme kabátok. Annyira zsajom, hogy nincs sehol kiírva ár. Hoppá! Supreme Scarface Hoodie. Nagyon jó cuccok vannak. Comme des Garçons Shirt Supreme Box logo. Van itt minden, ez eszméletlen, ez a helyi eszméletlen, nem tudjátok elképzelni, milyen durva! Ha. És most újra elhoztam nektek az én egyik legnagyobb telepéldaképemet, egy olyan személyt, akire nagyon felnézek, a kedvenc német Facebook csoportom, közösségem alapítóját, a Verbandotten és Ergerten alapítóját, Hengen! Hallo Leute! Hey, es ist freut mich sehr, dich hier zu treffen, dich hier anzutreffen. Freut mich auch dich! Und dich! Dankeschön. Und ich wollte dir eigentlich mal fragen über eigentlich die Gruppe stellen, über wie wichtig ist es eigentlich so eine, und wie schwer ist es eigentlich so eine Community zu bilden? Und wie sehr macht es eigentlich in der ganzen Sneaker- und der Streetwear-Kultur aus, dass es solche eher sozusagen kleinere Communities in dem Ganzen gibt, die halt noch extrem zusammenhalten? Also, dazu kann ich als Vorgeschichte sagen, dass früher lief alles über Facebook-Pages. Hm? Früher war das Wichtigste, was man hat, ist eine große Facebook-Page, worüber man viele Likes hat und man einfach nur mit den Leuten interagieren kann. Als irgendwann kam dann die Zeit, dass, keine Ahnung, ob es durch den Algorithmus wurde, durch keine Ahnung, was die Gründe waren, ist aber der Fokus so mehr auf die Gruppen geschiftet, sodass man gesagt hat, okay, für Marken ist es wichtiger, mit Gruppen zu interagieren, Events organisieren konnten, ne, wie zum Beispiel halt Verband Botanischer Gärten, VBG. Ne? Mhm. Eine Frage, wo du jetzt schon Verband Botanischer Gärten gesagt hast, wie ist der Name gekommen? Okay, und zwar, wie gesagt, die Gruppe hieß Streetwear Talk Germany. Und dann habe ich einfach mal eine Umfrage gemacht und die Leute einfach gefragt, hey, wie hättet ihr Bock, den Namen und die Gruppe zu nennen? So, dann ging es weiter, dass da irgendein Typ just for fun einfach gesagt hat, Verband Botanischer Gärten e.V., eingetragener Verein. So. Jeder war dagegen. Jeder war dagegen. Ich dachte mir, Alter, dieser Name ist so lustig. Damit kann man so viel machen. Abgekürzt ist das VBG. Lass uns das usen. So, dann haben wir das e.V. entfernt, weil das wäre nicht legal gewesen, weil wir sind ja kein eigener eingetragener Verein. Und ja, dann war es VBG. Auf jeden Fall danke für deine Zeit und dass wir reden. Hau rein, Mann. Es war mir eine Ehre. Srácok, itt egy újabb bizonyíték arra, hogy a Supreme cipő kollabjai régen mennyivel nem is sikeresebbek vagy jobbak, nem is jobbak, mert szóval mostaniak is nagyon jók, de mennyivel sikeresebbek vagy és mennyire legendásabbá tudtak válni. Itt van például az én egyik kedvencem szintén, még egy Composite alapban egy legendás cipő, ez volt az egyik legnagyobb technológiai revolution, a Nike-nál utána az Air után, hiszen egy műanyagot használtak a cipőben, ami azért nem átlagos. És tényleg ez az első cipő, ami a műanyagot használtak ebben, kosárpályán is nagyon sokat álltak, és sokan máig nem értik, hogy ez hogy működött és hogy nem esett szét, de egy hihetetlen lépő. Most pedig beszélgetni fogok egy-két sráccal itt, akik jó arcok voltak, itt találkoztunk és dumáltunk egy jó, de úgy gondoltam, hogy kamerával is kéne ezt beszélgetést folytatni, also was geht ab, Leute? Wie geht's euch? Wie gefällt euch das Event heute? Ja, also mir gefällt es ziemlich gut, weil es sind einfach viele Leute, die dieselbe Leidenschaft teilen und so. Es sind viele Sneaker da und auch die Sneaker Talks mit den Resellern. Ja, sehr interessant. Ist einfach nice. Ist echt cool. Habt ihr auch was gekauft? Ich habe was gekauft, habe ich
nicht dabei. Ich habe die White Cement Air Jordan 4 gekauft. Champion Longsleeve geholt. Krass. Mega cool. Und dann habe ich mir einmal Hartmann geholt. Die hier für Retail bekommen. Ey, das ist echt super für Retail. Element, ja. Ich habe die auch gehabt. Ich verkaufe sie gerade bei Real Talk, aber die sind so gut mit so Neon-Socken und so. Die gehen einfach perfekt. Ja, die sind jetzt auch, weißt du, das ist die neue Technologie und sowas. Danke auf jeden Fall, dass wir reden konnten, Leute. Ja, gerne. Das war mir eine Ehre. Sorry, ich muss dich direkt von dir. Okay, oder mit dir nochmal so ein richtiges. Dankeschön. Ciao, Leute. Cool, danke. Egyik legszebb hetes Jordan valaha. Eszméletlen jól néz ki. Mastermind Reebok Pump. Mastermind Reebok Instapump Fury Collar. És itt pedig még Deckett, Supreme Deckett, Pet Supreme kiegészítő, Astroworld-ös Farmer Jacket. Hát szerintem ezeket a ruhákat tényleg itt a sneaker lesznek kiveszéztük, srácok és lányok. Újra és újra azt mondom nektek, hogy milyen durvát találtam, és a legdurvább cipőt találtam itt, de most tényleg. Szóval ennél nem, nincs ennél feljebb, ez hihetetlen. Eredeti 85-ös Bent 1-es Jordanek. Ez egyszerűen eszméletlen. Ilyet még kézben sose fogtam. Bent van az évszám, itt hátul a piros X. Alig jutok szóba. Mögötte pedig az új kor OG, az OG 250-es Yeezy eredetileg. Az első 250-es, amit Kanye annó kihozott, tök jól nézett ki, de ez már amúgy nagyon-nagyon nehéz, mert tényleg beszerezni. If we wear Yeezys, we don't just want to look like our best friend or like Kanye West. It's probably also because we want to state something. És már talán az utolsó beszélgetésem így kamerával, van egy nagyon jó barátom, a Praise Mac-től Rámi a főszerkesztő, aki szintén felkért még engem a divat kerekasztalba mára, hogy részt vegyek, és ott egy tök érdekes közös témát találtunk mindkettőket, nagyon érdekel, méghozzá ez a generációs különbség, generációs adaptáció, úgyhogy most erről fogom őt kérdezni, csak egy kérdésben. Hi! Hallo, Rami, hallo. Was geht ab, was läuft, was gibt's Neues? Ey, erster Tag Sneakern ist fast schon vorbei. Es war ein krasser Tag. Wir hatten einen Talk zusammen gehabt, einen Fashion Talk mit Hikmet. Viele junge Leute hier gewesen, viele ältere Leute. Es war eine schöne Mischung von allen Leuten. Ja, und auch schön, dass du da warst. Auch schade, dass du jetzt wieder ein Skicamp musst. So. Ja. Morgen wird ein bisschen ruhiger, morgen kommen Familien. Heute waren so die Leute, die heiß drauf waren. Ja. Die möglichst früh dran sein wollten, 2 Stunden warten, damit die besten Schuhe bekommen. Das hat gemerkt. Stimmt, ja. Wir haben viel darüber geredet, dass sich die Generation sozusagen gemeinsam aufbauen müssen, so wirklich zusammenfinden müssten. Wie schaut das in Deutschland jetzt aus? Du hast halt eine Generation von sehr, sehr jungen Leuten. Lass es mir das 14, vielleicht auch 15 sein, auch jünger. Und die halt sehr viel Geld für Klamotten ausgeben, mehr noch als für Schuhe. Und diese, die wollen halt Marken haben, Vetements haben und sowas, und Balenciaga, was halt alteingesessene Sneakerheads nicht cool finden. Die sagen dann, okay, die ganzen jungen Leute haben gar keinen Geschmack, aber ich finde es halt wichtig, dass ein Austausch stattfindet. Und ich denke, hier auf der Sneakernis sieht man sich zum ersten Mal im richtigen Leben, man hängt ja nie vorher sonst ab so, man redet miteinander und auf einmal merkt man, okay, wir haben doch mehr gemeinsam, als wir eigentlich denken. Und ich denke, davon können wir halt langfristig profitieren. Das stimmt, das ist echt super. Also danke auf jeden Fall für den ganzen Tag. Kein Problem. Das war der Wahnsinn. Kein Problem. Danke, dass ich dabei sein durfte beim Fashion Talk. Ist bei mir eine Riesenehre. Und hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder. Ja, gerne. Ich freue mich schon drauf. Ciao, ciao. Már az előző tavalyi videóban beszéltem arról, hogy itt volt egy saját színesű kollabja a Kölni eseménynek, méghozzá a Sneakerness X Kangaroos, miről ide bedobok egy képet. És azelőtt pedig volt egy Sneakerness X SX. És a Sneakernessnek tényleg nagyon-nagyon sok ilyen signature lépője van, ami most nem más lett, mint egy Puma. De hogy melyik? Azt már most azt mondom, hogy onnan most meglátjátok, de sajnos már megláttátok itt oldalt. De azért, mert én is megmutatom még egyszer nektek, hogy a Puma-t volt. Bam! Sneakerness, Puma Thunder, szerintem eszméletlen jól néz ki. Nekem eszméletlenül bejön. Most így két kedvenc trendemet tényleg kombinálták, mert imádom a Dash Shoe trendet, és imádom az ilyen rikító színű, ahogy indítom, Neon Future trendet. Ez nem teljesen Neon Future, és nem totál Neon, de mégis egy rikító szín, egy statement darab, úgyhogy I love it. Kicsi detaileket most még mutatok nektek, méghozzá itt van egy kis Sneakerness felirat a nyelven. Szerintem tök szuper.
Így hát a hátsó pántól még szinte sneaker ezt feliratok húzódnak végig, és ami nekem a kedvencem, nagyon piciben, de itt van egy felirat, Sneaker Nest 10th Anniversary, és egy dátum. A Sneaker Nestnek ez a 10. szülinapjára készült, és hogy az egyik híres sneaker weblap már egyszer megírta, nem garantáljuk nektek, hogy ebben a cipőben a Marson járni fogni tud. Nem garantáljuk nektek, hogy ebben a cipőben járni tudtok majd egyszer a Marson, de nagyon királyon fogtok benne kinézni, hogyha hordjátok őket. Úgyhogy Rock Your Shoes, dope cipő, nagyon jól néz ki. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre erről egyébként, úgyhogy azt, mert most így videó közben írjátok meg kommentben, mert mindjárt vége a Sneaker Nestnek, körülbelül fél óra múlva zárnak, de gondoltam, hogy egy gyors Real Talk részt még berakok neki itt a videó végére, srácok, mert ez nap nekem eszméletlen volt, és talán még nagyobb hatása volt rá, mint a tavalyi Sneaker Nest két napja. Csak kicsit mesélek nektek így az egészről, mert nekem az egész német dolog, talán páran nem tudják, mondjuk abban a régebbi videóimon hangoztattam, de mindig is óriási nagy hatással volt rám. Én a sneakerekhez is a német YouTube-on keresztül jutottam el, Justinon, San Morin, Kelly Kajon, Always Overdressed-en, ilyen YouTube-osokon keresztül, és hát hihetetlen nekem most így itt lenni, és akár velük találkozni, velük beszélgetni. Alig tudok most így mindent szavakba foglalni és mindent megfogalmazni, annyi mindent kavarog jelenleg bennem. De hát ez egy eszméletlen nap volt, és köszönöm nektek, hogy ezt együtt tudtam veletek átélni. Tényleg nagyon-nagyon köszönök mindent, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és ez volt a Sneaker Nest 2018-ban Kölnben. Sziasztok! Következőleg találkozunk!